tűzesetek karácsonykor duplájára emelkedik a lakástűzzel kapcsolatos bejelentések száma az ünnepi időszakban. Gyenge alma termés, egyre többen fontolgatják, hogy más gyümölccsel foglalkozzanak a jövőben. Évi értékelés, tartalmas volt 2019 a Vöröskereszt megyei szervezetének. Duplájára emelkedik a lakástűzzel kapcsolatos bejelentések száma a karácsonyi időszakban. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Egy gondtalanul elhelyezett gyertya vagy mécses által hamar lángra kaphat a karácsonyfa, amely után az adott lakrész leégéséhez elegendő lehet néhány perc. Éppen ezért fokozott óvatosságra figyelmezteti a lakosságot a megyei katasztrófavédelem. 2019-ben országos szinten már közel 6000 alkalommal riasztották a katasztrófavédelem tűzoltó egységeit lakástűz miatt, ami azt jelenti, hogy átlagosan naponta több mint 15 ilyen esetet tartanak számon. Minden évben jellemző ugyanakkor, hogy a karácsonyi időszakban ez a szám a duplájára emelkedik, pedig egy kis odafigyeléssel megelőzhetőek a balesetek. Az adventi időszakban mindenképpen figyeljünk arra, hogyha mécseseket, gyertyákat használunk, ezeket mindenképpen tűzálló alátétre tegyük. Figyeljünk arra, hogyha kimegyünk a helyiségből, illetve elhagyjuk a lakást, akkor ezeket a gyertyákat oltsuk el, ne hagyjuk égve. Hogyha fényfűzéreket használunk, illetve ezeket vásárolunk, figyeljünk arra, hogy megbízható helyről szerezzük be ezeket, ellenőrizzük le, hogy a vezeték esetleg nem szakadt-e. Fontos észben tartani azt is, hogy rendszeresen kapjon vizet a lakásban elhelyezett karácsonyfa, az ugyanis szárazon sokkal könnyebben és gyorsabban lángra kaphat. Ebben az időszakban az otthoni sütés-főzés is gyakoribb, ezáltal az ebből fakadó balesetek száma is megnő. Ilyenkor a gyors reakció mellett fontos az is, hogy ne essünk pánikba, azzal ugyanis még nagyobb bajt idézhetünk elő. A téli időszakban sokkal többet tartózkodunk otthon ezáltal a konyhában is. Figyeljünk arra, hogyha véletlenül a gázon felejtett olaj kigyulladt, akkor ne konyharuhával kezdjük el csapkodni, hanem tegyünk rá egy jól záródó fedőt, ezáltal megszűnik az oxigénellátás és elalszik a tűz is. Azonban amennyiben nagyobb a baj, mindenféleképpen hívjuk a 112-es segélyhívószámot, és érkezni fognak a tűzoltók. A katasztrófavédelem figyelmeztet továbbá arra is, hogy csak szakszerűen megvizsgált fűtőberendezést és hőelvezetőt használjunk a hideg időszakban. Lakástűzhöz vezethet ugyanis a kátránnyal vagy korommal telítődött kémény is. Nem volt jó évük idén az almatermelőknek, akik közül egyre többen fontolgatják, hogy más gyümölccsel foglalkozzanak a jövőben. Idei termés kieséseik pótlására a 20 milliárd forint keretű kárenyhítési alaptámogatásai nyújthatnak segítséget. A megye déli részét leszámítva szinte mindenhol voltak késői fagyok tavasszal, ami jelentős nehézséget okozott a különféle növény, főleg az alma termesztéssel foglalkozók számára. Az idei kieséshez a 2018-as bőséges termés is hozzájárult. A sokáig a fákon maradt gyümölcs ugyanis rányomta a bélyegét a rügy képződésre. A tavalyi 900 ezer tonna fele sem termett meg, az idei termés mennyiség a 400-450 ezer tonnát sem ért el. A megyei agrárkamara elnöke szerint az ágazat kiszámíthatatlansága miatt egyre több termelő gondolkodik el azon, hogy más gyümölcs termesztésére álljon át. Szerveztünk is már megbeszéléseket a feldolgozókkal, mert a tavalyi év, illetve ez az évnek a kiesése a termelőket nagyon foglalkoztassa, hogy lehet-e Szabolcs-Szatmár-Mereg megyében ezt a gyümölcsöt ilyen mérték, ilyen nagyságban továbbvinni. Sokan azon gondolkodnak, hogy másképp kívánják a földterületeket hasznosítani, ugyanis a szerződés hiánya, illetve az időjárásnak ilyen magasfokú egyik évről a másik évre való változása nem biztosítja a családoknak az ebből való megélhetést. Rácz Imre hozzátette, kritikus időszak az évvégi jövő év elejé az ágazatban. Most dől el, sikerül-e a feldolgozó üzemeknek több éves megállapodást kötniük a beszállítókkal, ami biztosítja utóbbiaknak, hogy megtérüljenek a befektetett költségeik. Ilyen együttműködése már idén is törekedtek, de ezt igazán csak egy cég vette komolyan. Az alapanyag hiány miatt idén félkapacitással működtek a feldolgozó üzemek. Volt olyan, ahol a tavaly 240 ezer tonna helyett ezúttal csak 110 ezer tonna gyümölcsöt tudtak éves szinten feldolgozni.
A termelők kieséseinek pótlására mintegy 20 milliárd forintos keretű kárenyhítési alap támogatással nyújthatnak segítséget. Az agrárkamarai elnök szerint annak, aki igényelt kártérítést, nem kell majd csalódnia. Mindenki a hozam kieséseinek a maximumát meg fogja kapni, úgyhogy nem lesz ilyen, hogy visszaosztás, mert nem elég az alapban levő összeg. Hál' Istennek az utóbbi években volt a káruk, de az mindig kevesebb volt attól, mint amennyit befizetünk, illetve a magyar kormány hozzátesz. Ez a 9 milliárd környéke, ez felhalmozást hozott létre, és mint ahogy említettem, 20 milliárdon felül van benne, ennyi kár nem keletkezett Magyarországon, úgyhogy mindenki számíthat, aki időben mindennek eleget tett, ahhoz, hogy amilyen hozamkiesést kiszámoltak, azt az összeget meg is fogja kapni. A szakember az ágazat kilátásaival kapcsolatban azt mondta, nagy a kockázata annak, hogy a jövőben nem Szabolcs megyében fogják a legtöbb almát megtermelni és feldolgozni az országban, de bíznak benne is, azon dolgoznak, hogy ez ne következzen be. Az úthálózat korszerűsítése és az ipari park fejlesztése. Ezek a legfontosabb tervek 2020-ban Újfehértón. A település a jövő végéig szeretne telket vásárolni annak érdekében, hogy elkezdődhessenek a munkahelyteremtő beruházások, közölte a város polgármestere. Az állampolgárok októberben új vezetőt választottak a település élére, Hosszú József a lakosság igényei alapján tervezi a jövő évi fejlesztéseket. Újfehértó, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye negyedik legnagyobb települése a 229-ből. Csak a megye székhely, Mátészalka és Kisvárda előzi meg a népesség szempontjából. Az idei önkormányzati választáson döntöttek az állampolgárok. Október 13-án leváltották a település korábbi független vezetőjét, és a Fidesz-KDNP jelöltjét támogatták. Hosszú József kapta a szavazatok több mint 56%-át, így kormánypárti polgármestere lett a településnek. Az új polgármester változásokat és új programokat ígért, néhányat már meg is valósított ezek közül. Ilyen volt például a Városbál, a Városi Mikulás program és az adventi forgatag. Ezek korábban nem voltak a településen. Olyan kezdeményezésekbe csatlakoztunk, például Dobozni Szeretet akció, amely korábban nem volt a városban, illetve nagyon sokan ügyes bajos dolgaikkal, amelyeket az elmúlt 20-30 évben nem tudtak megoldani, abban bíztak, hogy majd most sikerül megoldanunk. Bízunk is benne, hogy nagyon sok ilyen ügyet véghez tudunk vinni és meg tudunk valósítani, illetve ugye rengeteg kapcsolatfelvétel, hisz azért Újfehértón egy elég hosszú időszak zárult le október 13-án, és a meglévő kapcsolatokat újra fel kell frissíteni, illetve új emberekkel kellett megismerkednünk. Az önkormányzat által szervezett városi bálon egy jótékony célra gyűjtöttek, egy új ultrahangkészüléket vásárolnak majd a befolyt összegből. A bálon 2,5 millió forintot gyűjtöttek, de még érkeznek a felajánlások, illetve az önkormányzat is kiegészíti majd ezt az összeget. Dr. Bélteki Béla házi orvos azt nyilatkozta, a megvásárolni kívánt eszköz nagyjából 5 és 10 millió forint között mozog. Az ultrahang vizsgáló és szűrő eljárásként is használható, felnőtt és gyermek praxisban egyaránt, tette hozzá az orvos. Hosszú József elmondta, nagyon alacsony az aszfaltos utak aránya Újfehértón, de kevés a járda és a kerékpárút is. Ezen szintén javítani szeretne a jövőben és keresik a pályázati forrásokat. Munkahelyteremtő beruházásokat kell hoznunk a városba, hisz a választás óta eltérő időszakban is nagyon sokan kerestek, hogy mikor jönnek már ezek a munkahelyek, hisz unják már az ingázást, unják már azt, hogy naponta több órát kell utazniuk azért, hogy munkába jussanak az emberek, tehát ez is egy nagyon fontos feladatunk. Ipari park kialakításán vagyunk, hisz Újfehértónak sajnos a megyében egyedül szerintem nincs ipari parkja, most fogjuk ehhez szükséges területeket megvásárolni, és utána pályázati forrásból kialakítani az ipari parkot, ezt mindenképpen 2020 év végére meg kell valósítani. Az új polgármester másik ígérete a városi strand, ami véleménye szerint a helyiek igénye is. Egy másik fontos terv még a temető felújítása. Erre közel 10 millió forintot szeretne majd fordítani az önkormányzat annak érdekében, hogy közvilágítás működjön és járdát építsenek. Hősképzés, a Csakpont megnyitása, segítségnyújtás a nyári viharok után. Tartalmas éve volt a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetének. A természeti csapás kapcsán a helyi igazgató az összefogás jelentőségét emelte ki. Szerinte ugyanis enélkül az ő munkájuk sem lett volna ilyen sikeres. Mondhatni, csendben végzi feladatait a Vöröskereszt.
Idén arra fókuszáltak, hogy tevékenységüknek nagyobb hangot adjanak, és minél többeknek megmutassák, mivel foglalkoznak. Ez szolgált a hősképző programjuk is, amelyen sok rendezvényre, iskolába, kisebb-nagyobb közösségbe jutottak el, és hívták fel a figyelmet a társadalmi elsősegélynyújtásra és a laikus segítők felkészítésére. Az alapvető mozdulatokra meg is tanították az országosan több ezer résztvevőt. Sok más programjuk EU-s forrásból valósul meg. Ezek egyike az évelején megnyitott család és karrierpont, amely a nyíregyházi Szarvas utcában önálló szolgáltatásként működik. Itt van Nyíregyházán a központ, azonban 7 településen vannak a központjaink, a 7 területi irodánkban. 9 munkatársunk dolgozik azért, hogy a nők munkaerőpiaci visszailleszkedése minél gördülékenyebb legyen, hogy a család és a magánélet, valamint a munka összehangolása az a legkönnyebb formában tudjon megvalósulni, hogy akkor, amikor ne kelljen választani egy nőnek a karrierje és a családja között, vagy az elkötelezett munkavégzése és a családanyai szerepei között. A Vöröskereszt emellett a június végi viharkár felmérésében és az ezt követő lakossági segélyezésben is aktívan részt vett. A természeti csapás súlyosságát mutatja, hogy ennek munkálatai csupán novemberben fejeződtek be. Ez mind a polgármesterek, illetve a településen működő szociális szolgáltatók részéről egy nagy energiát és nagyon nagy elköteleződést jelentett, hiszen mi, a Vöröskereszt munkatársai önmagunkba kevesek lettünk volna ahhoz, hogy ezt az együttműködés nélkül meg tudjuk valósítani. Én ezúton is szeretném a köszönetemet kifejezni a települések vezetőinek, hogy szakembereket, segítőket tudtak mellénk adni, önkénteseket, hogy meg tudjuk valósítani ezt a nagy számú segélyezést, hiszen azért ilyen nagymértékű és ekkora területi lefedettségben még nem volt adományozás. A vihar kapcsán a karitatív szervezet összesen mintegy 2400 élelmiszercsomagot osztott ki több mint 30 megyebeli településen. Elkészült Máté Szalka hivatalos bora, egy 2019-es évjáratú fehér bor. Az ital apropója, hogy idén 50 éve vált várossá település. Máté Szalka borát a Szatmári Múzeumban mutatták be. Az önkormányzat jelenleg még keresi a lehetőséget arra, hogyan tudják majd elérhetővé tenni a vásárlók és az érdeklődők számára. Így néz ki palackozva Máté Szalka első és hivatalos bora. A polgármesternek mutatja Maul Zsolt. A villányi borász korábban már többször is járt a városban, több mint 3 éve borkóstolókat szervez Máté Szalkán, idén pedig a Fényfesztiválra is meghívták. Ekkor született meg az ötlet, hogy legyen egy hivatalos bora a városnak. A bor az egy 2019-es évjáratú Sauvignon Blanc, egy nagyon-nagyon szép, gyümölcsös, friss, citrusos, kellemes, üde fehér bor. Nálunk ez a bor, ez Szolár néven van forgalomban, már évek óta dolgozunk ezzel a szőlőfajtával, ugye egy nagyon könnyű, üde fehér bor. Mi szeretnénk, hogyha itt a város, mint a városbora, itt a vendégeinek lennének majd átadva, ugye egy kicsit vinni a mi hírünket is ez a bor, de nyilván elsősorban Máté Szalka városának a hírét kell, hogy vigye majd. A palackok hátcímkéje egy üzenet a városhoz, amelyet a Fényfesztivál ihletett. 2019 egy különleges év a város életében, ezért készült el a bor, közölte Hanusi Péter polgármester. Éppen 50 éve annak, hogy a város újból várossá lett avatva 1969-ben, és hát egy születésnaphoz hozzátartozik az, hogy szeretteinket, vendégeinket különleges itallal is kínáljuk, és kocintunk az ünnepelt egészségére. Adott esetben most egy egész város az ünnepelt. Máté Szalka borát a Szatmári Múzeumban mutatták be. Az önkormányzat jelenleg még keresi a lehetőséget arra, hogyan tudják majd elérhetővé tenni a vásárlók és az érdeklődők számára. A 7. helyen zárta a tavaszi idényt a nyírbátori férfi kézilabda csapat az MB2 északkeleti csoportjában. Csapos János együttese 5 győzelem mellett 6-szor szenvedett vereséget. A bajnokság február közepén folytatódik az MB2-ben.
Alaposan átalakított kerettel kezdte el a felkészülés nyáron az NB2-es nyírbátori férfi kézilabda csapat. A 3 évvel ezelőtt újjászervezett együttes egy ezüstérmet és egy 4. helyezést követően szinte teljes vérátömlesztésen esett át. A kezdő 7-es tagjai távoztak vagy befejezték, illetve felfüggesztették pályafutásukat, ezért a klub vezetői úgy döntöttek, hogy helyi fiatalok répítve vágnak neki a bajnokságnak. Bár a rajt nagyszerűen sikerült, a következő fordulókban kevés sikerélmény jutott a bátoriaknak. Az első mérkőzésünket csodálatos játékkal megnyertük az ősz folyamán, aztán jött utána egy zuhanó repülés. Az első 6 fordulóból ez az egyetlen egy győzelmünk maradt, és utána 5 vereség következett. Ekkor összedugtuk a fejünket, és úgy gondoltuk, hogy amennyiben továbbra is szeretnénk megmaradni az a klub, ami az elmúlt években jellemzett bennünket, hogy a nyíregyházi magasabb osztályban lévő klub után a Nyírbátor volt a második legeredményesebb klub már mióta átvettük az irányítását a klubnak, ezért lépnünk kell. Meg is tettük a lépéseket, úgyhogy 2 lövőposztra, beállóposztra, illetve irányítóposztra igazoltunk játékosokat. Itt 2 olyan játékos volt, akit nem is kellett igazolni, mert saját játékosunk volt, csak rábírtuk a visszatérésre, illetve 2 olyan igazolt játékosunk, aki aztán az azt követő 5 fordulóban be is váltotta a reményünket. Kovács Ákos és Pisák Tibor visszatérésével, valamint Mészáros Ákos és Illés Norbert érkezését követően 5 mérkőzésből 4-et megnyert a Nyírbátor, így féltávnál 10 ponttal a 7. helyen áll a Csapos János által irányított együttes. Nyírbátorban nem csak a felnőttekre, hanem az utánpótlásra is odafigyelnek. Jelenleg 8 csapatunk van, az U9, U10, U12, U15, Serdülő, felnőtt, illetve a Nyírbátor 2 néven a megyei bajnokságban is eredményesen szerepel a valóban Nyírbátor fiatalokra épülő csapat, aki tavaly meg is nyerte a megyei felnőtt bajnokságot. Itt az alsóbb korosztályokban helyezések nincsenek, ugye U9, U10, U12, stb. Serdülő csapatunkkal tulajdonképpen a tabella végén vagyunk, de egyre szorosabb, egyre eredményesebb játékot produkálunk. Köszönhető ez a nagyon lelkiismertesen dolgozó Kunákos edzőnknek. Ifjúsági csapatunkkal pedig a 2. helyen vagyunk a csoportunkban, úgyhogy akinek szintén Kunákos az edzője. Úgyhogy én úgy értékelem az utánpótlásnak a helyzetét, hogy egyre jobban meglátszik az a rengeteg munka, amit évek óta elkezdve belefektetünk ezekbe a korosztályokba. Nyírbátorban egy évzáró vacsorával búcsúztatták az őszi szezont, a felkészülést pedig január 7-én kezdi a csapat, amely február közepén Hajdúböszörményben már bajnoki pontokért lép pályára. Mivel tavasszal az elmúlt években az őszinél jobban szerepelt a Nyírbátor, a vezetők bíznak abban, hogy egy nagy hajrával a bajnokság végére odaérhetnek a dobogó közelébe, vagy akár a dobogóra is. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Duplájára emelkedik a lakástűzzel kapcsolatos bejelentések száma a karácsonyi időszakban. Egy gondatlanul elhelyezett gyertya vagy mécses hamar lángra lobbanthatja a karácsonyfát. Ez pedig néhány perc alatt a lakás teljes leégéséhez vezethet. 2019-ben országos szinten már közel 6000 alkalommal riasztották a katasztrófavédelem tűzoltó egységeit lakástűz miatt, ami azt jelenti, hogy átlagosan naponta több mint 15 ilyen esetet tartanak számon. A figyelmeztetés ellenére ez a szám a duplájára emelkedhet az ünnepek alatt. Nem volt jó évük idén az alma termelőknek, akik közül egyre többen fontolgatják, hogy más gyümölccsel foglalkozzanak a jövőben. Idei terméskieséseik pótlására 20 milliárd forint keretű kárenyhítési alap támogatásai nyújthatnak segítséget. Az Agrárkamara megyei elnöke szerint az, aki igényelt kártérítést, meg is fogja kapni a hozamkiesés maximumát. Hősképzés, a csakpont megnyitása, segítségnyújtás a nyári viharok után. Tartalmas éve volt a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetének. A természeti csapás kapcsán a helyi igazgató az összefogás jelentőségét emelte ki. Szerinte ugyanis enélkül az ő munkájuk sem lett volna ilyen sikeres. Összesen mintegy 2400 élelmiszercsomagot osztottak ki több mint 30 megyebeli településen.
Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták december 23-án hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra!